Azt hívják szocializmusnak, amikor nem 10 millió ember dolgozik 500 ezer vagy pár ezer ember jólétéért, hanem magunkért dolgozunk. Sokan meglepődtek, amikor pártom az Igen Szolidaritás Magyarországért mozgalom nyíltan fölvállalta, hogy szocializmust szeretne Magyarországon. Kérdezték, hogy hát miért akarunk mi, miért állunk bele ilyen bizonytalan dolgokba. A mai állapotok, a kapitalizmus, a fogyasztói társadalom által előidézett állapot az nem fenntartható. Egész egyszerűen a kapitalizmusba szó szerint meghalunk, beledöglünk, kifosztjuk a bolygót, kizsákmányoljuk magunkat. Ugye sokan keresik ennek a dolognak a megoldását, hogy mi lenne az, amikor kevesebbet zsákmányoljuk ki magunkat, hogy nem azon pörgünk át, hogy csináljunk valamit, hogy van az, hogy egyelőben vannak elosztva javak. És hát az a helyzet, hogy nagyon nem kell új dolgokat kitalálni, ezt már kitalálták. Ezt hívják szocializmusnak. Azt hívják szocializmusnak, amikor egy falunak nem 20 traktorja van, hanem csak 2, de azzal a 2-vel művelik meg a földet. Azt hívják szocializmusnak, amikor nem csak a gazdag emberek gyerekei járhatnak jó iskolába, hanem mindenki normális iskolába járhat. Azt hívják szocializmusnak, amikor nem csak a nagyon gazdag emberek tudnak időt szakítani kultúrára, hanem mindenki más is. De ezt úgy, hogy nem zsákmányoljuk ki magunkat, és mindenki csak annyit veszel magának, amennyi ahhoz szükséges, hogy ezt, az általános jólétet fent tudja tartani. Mindannyiunk érdeke, nem csak a Magyarország érdeke, hanem az egész bolygónak az érdeke, hogy ezt a kapitalizmust, ezt a fogyasztói társadalmat megfékezzük, leállítsuk, és hosszú távon igenis át kell állítani a bolygót is, és Magyarországot is a szocializmusra.